Az amerikai tőzsdei cégének megalapításával a Lilium lett a piacon a legnagyobb jövőjű társaság. Mind a két légitaxi vállalat, az IHENG és a Volocopter is létrehozta a távolsági repülőit. Az Airbus is visszalépett a túlzottan helikopteres kinézettől, és új City Airbus dizájnnal jelent meg. Végül két újdonság, az egyik a Rolls-Royce, aki létrehozta a leggyorsabb repülőt. Másrészt a Diamond, aki a kiképző gépét elektronizálta. Az elektromos hajtás, pilóta nélküliség, helyből felszállás üzletben szerintem két objektív mérce van. Az egyik az, hogy szállít-e már az eszközzel utasokat a fejlesztő, másrészt pedig, hogy van-e már gyára, ahol tudja ezeket gyártani. Na most ennek a kritériumnak egyedül jelen pillanatban a kínai IHENG felel meg, aki rengeteg utast szállított már, főként Kínában, és hát később majd láthatjuk a első gyárát is, ahol már folyik a eladásra a termelés. Közben ő próbálkozik Európában is, itt pont Észtországba tartó repülőterét lehet látni, ahol sajnos még azt sem engedték meg neki, hogy pilóta ülhessen a légitaxiba, hát gyakorlatilag üresen ment el a repülőtérről a múzeumba. A gyárat majd zenével mutatom, de nekem nagyon tetszett benne az, ahogy összerakják a kabint kompozitból, ahogy ugye sütögetik ezt a kompozitot az autó klávokban, ahogy felszerelik a különböző dolgokat, és hát lehet látni, hogy a termelés az már nem csak ilyen kísérleti jellegű, hanem széria is, és közben a I betűnél itt fenn a jobb sarokba azt is lehet látni, hogy nagyon sok egyéb felhasználást is létrehoztak már, többek között egy tűzoltó alkalmazást is. Szárnyas változatú új modelljét már a városközi forgalomra tervezték, több mint 300 kilométert képes repülni, természetesen helyből felszáll, ugyanúgy kétszemélyes, mint a 216-os. Volocopter, aki szintén vezető légitaxi fejlesztő a világban, hasonlóan egy szárnyas megoldással szeretne a városközi közlekedésbe belépni. Ők inkább négy szemében gondolkodnak, egyelőre 100 kilométer távolságba, viszont nagyon magas sebességgel, 250
sebessége. A volokopterben jelentős a kínai tulajdon, méghozzá a Geely koncern révén, amely korábban bevásárolta magát az amerikai Terrafugia cégbe, amely lényegében az első repülőautót készítette. Itt érdekes lehet majd az, hogy a jövőben milyen közös erőt képvisel majd a Geely a közös tulajdonos révén, a volokopter és a Terrafugia mögött álló fejlesztési mérnöki hálózat. Az elmúlt hónapok legnagyobb nyertese a német Lilium fejlesztési társaság, amely egy új megoldással, elektromos sugárhajtóművekkel készített egy regionális légijárművet. Szeptemberben beolvadt egy speciális célú amerikai fejlesztési társaságba, ezzel félmilliárd dollár új friss tőkére tett szert, és olyan nagy ágyukat szerzett az igazgatóságba, mint Tom Enders, az Airbus korábbi vezetője, ő lett egyébként az igazgatóság elnöke, és David Neilman, aki pont ezen a területen végzett nagyon komoly fejlesztéseket. A legutóbbi fejlesztés a Breeze nevű olyan légitársaság, amely az elhanyagolt útvonalakat veszi célba. Valószínűleg a nagy emberek hozták azt is, hogy az eddig tervezett 5 személy helyett 7 személyes változatot készítenek, amit itt lehet egyébként látni. A nagy remények mellett persze van egy ellentmondás is, hogy még soha nem repültek teljes nagyságú modellel. Emiatt a többiekhez képest eléggé talán le vannak maradva, de olyan erők gyűltek most köréjük, ami szerintem biztossá teszi azt, hogy sikerrel fognak a jövőben járni. Ha már szóba került az Airbus, akkor az elmúlt hónapok híre az is, hogy a City Airbus légitaxi dizájnját alaposan megváltoztatták. Hát korábban úgy nézett ki, mint a 4 helikoptert összetoltak volna, most pedig, ahogy a képeken is lehet látni, egyelőre még csak dizájnban, de egy ilyen karcsúbb, és hát a összes eddig látottakhoz hasonló elemekből álló megoldást választottak. Az Airbus mellett a Rolls-Royce is beszállt az elektromos repülés fejlesztésébe. A Siemens-től megvásárolta az eAircraft üzletágát, és szeptemberben egy hagyományos repülőgépet emelt a magasba szűzrepüléssel, amelynek teljesen elektromos hajtásláncot alakítottak ki. A fejlesztéssel a Rolls-Royce célja az volt, hogy megdöntse a elektromos hajtáslánccal épített repülőgépek gyorsasági világrekordját. 500 km per órát céloztak meg. Ez a legnagyobb eddig repülőgépbe helyezett akkumulátort építették meg a hozzá kapcsolódó hajtáslánccal. 500 lóerős volt a gép, 15 percet repült, hát most még ugye nem a gyorsaság volt a cél, hanem a különböző elemeknek a kipróbálása. Szomszédban, Ausztriában a bécsülhelyi Diamond repülőgépgyár is foglalkozik korábbi modelljeinek elektromos hajtással történő átalakításával. Itt a Diamond 40 repülőgépet láthatjuk. Ez már nem az első kísérlet ennek átalakítására. Korábban a képen is látható, a Siemens Aircraft-tel egy olyan megoldást találtak, amelyben két hajtóműves lett a repülőgép, de úgy látszik, hogy azóta annyit fejlődött a
hajtásrendszer, hogy most már egy hajtómű is elbírja. Hát körülbelül 40%-kal olcsóbb így a üzemeltetés. Ugye ez az oktatásban használt gép általában, tehát nagyon jelentős ez, hogy majdnem a felére csökken akkor az üzemanyagköltség. Nem beszélve a fenntartásról és egyebekről.